Figyelj, Dani, kezdeni fogjuk. 3, 2, 1. Tessék! Sziasztok, ez a Lidl Konyha első élő live főzése. Egy tejszínes csirkét fogunk készíteni. Az élőzés mindig egy nagyon izgalmas műfaj, mert ugye, ha nem élőzünk, akkor vágáskor kivágjuk a bakikat, az életlenségeket, az olyan dolgokat, amit esetleg nem szeretnénk a nézőnek megmutatni. Az élő azért is izgalmas, mert ilyenkor a néző is részese lehet annak, hogy esetleg valamit elrontunk. Igazából szerintem az benne a nagyon jó, hogy meglepően nyugodt a mester, meglepően nyugodt. Amíg már eszik, addig a csirkét egy kicsit előkészítem. Tényleg olyan ételeket próbálok bemutatni, ami otthon is jól elkészíthető. Akár elsőre, vagy ne adj Isten, második, harmadik alkalommal szinte biztosan. Kettő kameránk dolgozik földről, az egyik mozog, és van egy fenti kameránk, ami nagyon izgalmas szög, itt felülről látjuk az asztalt. Nem akartuk azzal terhelni őt, hogy menet közben egy nagyon pörgő komment feedet nézzen a Facebookon, ezért ki kell tenni valamifajta előválogatást a kommentekre ahhoz, hogy ez működni tudjon. Hát nem bízom, hogy nem fog működni, mert egy hete ez még nem létezett. Nagyon örülünk, hogy sikerült ezt összehozni, és hogy a Szél Tamásra csináljuk meg az első élőfőzést Magyarországon. Amiért ez nagyon jó szerintem az, hogy végre van a lehetőség, lehet tőle kérdezni. Kialakult egy sokkal élőbb kapcsolat a Lidl Magyarország, vagy a Lidl Konyha rajongóival, vagy akik ezt nézni szokták. Sziasztok! Befutott! Szerintem ez megoldott is. Mekkora volt, tapsolt Tamásnak!